személyiség volt, de általában a játékosok elég gyakran cserélik a cipőjüket, tehát mit tudom, játszanak benne egy-két hetet maximum, és utána már új cipő, tehát vagy idegenben is ugye más cipőt használnak, mint ugye a hazai pályán, ugye a szereléshez attól, hogy miért feketében, fehérben játszik a csapat, tehát nagyon sok cipő van, és ezeket mondom, mindezek a cégek biztosítják a számukra, tehát nem kell effektíve ezért nekik fizetniük, úgyhogy könnyen megtetik azt, hogy 2-3-4-5 alkalom után lecseréljék és másikat használnak. Menjünk oda vissza, hogy első pár meccseden lépsz pályára. Nyilván az, hogy az ember beszél angolul, az egy dolog. Az, hogy a pályán meccs közben megértse a többieket, az meg egy másik dolog. MT kérdezi, hogy arra lennék kíváncsi, hogy amikor játszottál, mennyire értetted, hogy a csapattársaid mit mondanak a pályán. Egy külföldi játékos mennyire tudja átvenni ezt a fajta szókincset, amit az amerikai játékosok ismernek? Hát aki már úgy megy ki, hogy mondjuk leúszott egy pár évet Európában, ugye Európában azért majdnem minden csapatnál beszélik az angolt, és nagyon sok olyan kifejezést átvettek már Amerikába, amit ugye az NBA-ben is használnak, annak könnyebb dolga van természetesen, de attól függetlenül megvan minden csapatnak, ezt már sokszor mondtam, a saját nyelvezete, vagyis hát olyan szavakat használ különböző szituációkra, amit csak ő használ, csak az adott csapat használ, ez meg volt Clevelandben is, meg van Phoenixben is. Tehát egy csomó olyan egyszerűsített szó van, amit meg kell tanulni. De ezeket megtanulja az ember, ha már jól beszél angol, tehát nincs gond. Akkor, amikor ugye én kimentem, én azért kevésbé beszéltem angol, nekem minden új volt, és ugye a triangle offense megtanulni kevés angollal is. És hibátlanul az még annak sem egy, például a Ranát eszről beszéltem, aki hiába volt kiválva, akkor olyan szóval sem tudta megtanulni, hiába a textinten ott hozzá minden együtt, utána is spanyolást, hogy hova lépje, hova tegye a lábát, és tudta megjegyezni. Egy gyors kérdés, el fog menni? Szerinted? Mert most már ugye erről is lehet hallani, hogy ő nagyon el szeretne most már menni Los Angelesből, neki ebből az egész nem elege fogja. Van, hogy ő a bűnbak, de hát azért elég nehéz őt innen eltakarítani, gondolom. Én szerintem nem hiszem, hogy el fog menni. Egy az, hogy két dolog miatt gondolom. Egyik az, hogy neki a személyiségéhez nagyon fekszik ez a Los Angeles-i huplá, tehát ez a felhajtás az egész csinálattal, ami ugye a Lakers körülveszi, tehát neki ez abszolút tetszik. A másik az, hogy a szerződéséből kifolyó és személyiségéből kifolyó nem igazán sok csapat kapkodna utána jelen állás szerint, de természetesen ez nem kizárt. Én nem hiszem, hogy azért ebbe az évben őt el fogják cserélni. Visszatérve még erre az eredeti nyelv témára, volt két hete láttam egy videót, amikor Timofej Mozgovnak próbált magyarázni D'Antoni egy csere előtt, mielőtt beküldte a centert a pályára. Szegény ember semmit nem értett, és még szegényebb D'Antoni, mert már hatodszor próbálta ugyanazt elmagyarázni, aztán mutattam, hogy jó, vagy tudod, hogy menjél be, aztán csináld, amit akarsz. Igen, hát igen, a Mozgovnak az angolja nem az igazi, tehát én még annyira sem beszélt, amennyire én nekem volt szerencsém vele találkozni, beszélni is még, vagy próbálni beszélni vele nyáron, a nyári ligában, és hát ő nem az a orosz játékos, hogy fékonyan beszél az angol, de viszont az Antoninak ilyen szempontból azért nem újdonság, hiszen azért volt Európában edző, tehát azért ő tudja, hogy ez Európában gyakran előfordul, nem hiszem, hogy türelmetlenebb lenne hozzá. Hát természetesen idő kell, míg az ember belerázódik, és ő is belerázódik, de meg fogja tanulni. Tehát nem nincs más dolga, hogy ezt minél jobban és minél gyorsabban elsajátítják ezeket a szavakat. A legőrültebb öltözői babona, amivel találkoztál, vagy fura szokás, a többi ligához hasonló öltözői babonák, fura szokások vannak-e? Például a playoffban nem cserélnek zoknit, stb. Azért remélem, ilyen nincs. Hogyne! Zoknit cserélnek. Sőt, új zoknit kap általában mindenki mérkőzéseken, tehát új cipő, de régi zokni, az milyen? Igen, tehát azért erre azért figyelnek az oficsejét, de játékosan nem megvan azért a babonájuk, ugyanúgy, mint mondjuk Európában, vagy máshol, már amelyik játékos mennyire babonás, tehát melyik lábra veszi fel a cipőt, hogy köti be, mit vesz, amikor kimegy a pályára bemelegítéshez, hogy hordja a nadrágot, kigombolva, begombolva, felhúzva, lehúzva, letolva. Tehát minden ilyen... Neked volt babonád? Ilyen babonám? Én nekem is volt olyan babonám. Olyan nem volt, hogy mondjuk a ruhát hogy hordjam, vagy valami, de olyan volt, hogy szerettem ugyanazt a rutint, ugyanazt a bemelegítést folyamatosan végigcsinálni, és ugyanaz a rutin, amikor bemegy az ember
és ugyanúgy készültem a mérkőzésekre, mint minden mérkőzésre, tehát ugyanabban a sorrendben csináltam dolgokat, ez nálam is volt, igen. Ez biztonságot adott, akárhol is játszottam, hogy ehhez mindig az ember úgy viszonyulhatott, és úgy támaszkodott rá. Ezt is ott, ezt a rutint is az elején ott tanulod meg, másoktól lesed, vagy mondjuk kire hasonlít leginkább, kire hasonlított leginkább a te Nem, meccselőti rutinod? én Vagy ezt ez már már itthon csináltam. kialakul és Ez kész? már itthon is kialakult, itthon is, hogy hajtogatom az oknimat, vagy ilyesmi, ez már itthon is kialakult, tehát ezen nem változtam, amikor kint sem voltam, csak érdekes volt látni, hogy voltak ilyenek kint is, tehát ez ilyen szempontból is nagy különbség játékos között. Miben több egy franchise player edzése, mint egy normál kiegészítő játékosé? Hát akár ezt a kérdést talán még úgy is fel lehet tenni, mivel kevesebb. Hogyha mondjuk csak Kobe Bryantből indulunk ki, aki mondjuk az egymás közti játékokon nem sűrű jelenik meg mostanában. Igen, hát Hát gondolom, hogy ők azért jobban meghatározhatják, nem? Hogy ők mennyit szeretnének edzeni. Inkább úgy mondanám, hogy az edzőknek a hozzájuk való viszonya teljesen más, mint mondjuk egy másik játékoshoz. Értem. És azért ez elmond mindent. Tehát effektíve nem a játékos határozza meg azt, hogy most ő edzeni akar, vagy nem edzeni akar, vagy nem akar edzeni. Hát ez azért ennyire nem nyilvánvaló, mert azért soha nem lehet látni, hogy most azt mondja az XY, hogy most akkor én nem szeretnék edzeni. Olyat nagyon sokszor lehet látni, hogy oda megy az edző vele, beszélget vele, és akkor utána nem edz a játékos. Aztán, hogy mi szajlott le kettőjük között, ki mondta és mit mondott. Nyilván nem az, hogy a játékos azt mondta, hogy nem szeretnék edzeni. De azért erre azért vigyáznak, hogy a hierarchia azért ilyen szempontból be van tartva, hogy azért az edzőnek van szava, és még hogyha ugye az NBA-t azt mondják az európai kosárlabdával szembeállítva, hogy az NBA ugye az a játékosok ligája, és a játékosok határoznak meg mindent, azért ez ennyire nem nyilvánvaló, tehát azért ez mindennapi életben, mindennapi edzéseken ez nem történik így meg. Természetesen próbálják az edzők azt mutatni, hogy ők a főnökök, és az ő szavuk a meghatározó, de azt tudni kell, hogy egy ilyen játékos, mint a Kobe Bryant, vagy a LeBron James, vagy a Dwayne Wade, vagy akármelyik másik játékos, azért neki komoly szavuk van olyan szempontból, hogy ha nem is az edző ellen, mert az olyan nem fordul elő, hogy az edzővel valaki is vitatkozna, tehát ilyen szempontból ilyen fegyelem, abszolút megvan a fegyelem, meg az edzéseken is akármilyen státuszú játékosról is van szó, de viszont az edzők, ahogy fordulnak hozzá, vagy ahogy szólnak, vagy ahogy tanítanak, vagy próbálnak neki magyarázni, az teljesen más, mint egy bármelyik más játékoshoz, tehát azért ezt lehet látni. Sztárjátékosok közül volt-e nagyon kellemes meglepetésben részed, mondjuk, hogy mit oda mentek Clevelandbe, és hát addigra már nyilván hallottál egyet más Sean Kempről, és hát végig mondják, hogy ez mekkora barom, de mégis milyen normális, aranyos gyerek. Volt-e ilyen? Volt, de a Sean Kempről nem tudom elmondani. Úgyhogy ez jó, tehát azért minden volt, csak kedves és aranyos nem volt, inkább egy ilyen pokrót figura volt, aki elücsörgött a nagy kabátjában a repülőn is, és nem nagyon kontaktált túl sok emberrel. De voltak olyan játékosok, a Vince Carter például, aki amikor oda kerültem a Raptors, az abszolút nagyon normális volt már elejétől kezdve, és abszolút nem úgy tekintett rám, vagy újoncra, vagy akármi. Tehát azért voltak ilyen játékosok, vagy hát a LeBron James is ugye Clevelandbe abszolút ő is teljesen, mondjuk akkor már más helyzetben voltam, de őt is abszolút láttam, ahogy a újoncokat vagy a fiatalokat segített el, akkor épp a Bobby Gibson volt ugye az ő neki a választott ember, akit rendszeresen segített, vagy például nyáron, amikor oda került a most gyorsan akartam a nevét, na mindegy, egy másik újonc játékos, őt vele egész nyáron együtt dolgozott. Tehát vannak ilyen ez karakterétől függ az adott játékosnak, de mondom, van olyan, aki ilyen pokrócabb és megtartja a távolságot, és van olyan is, aki teljesen normális és segítőkész. Ezt a ritmust, ezt a heti 4-5 mérkőzést 7 hónapon keresztül mennyire lehet megszokni, mennyire fásulnak bele a játékosok? Ebbe kérdezi valaki. Nyilván az első években ez a legnehezebb, mondjuk az első évetben milyen volt ez? Nem, pont az első év az olyan, ami persze nehéznek tűnik, de viszont annyi minden újdonság van, hogy az ember, amikor első éves, akkor és azóta beszéltem én a sok újonc, akikkel én együtt játszottam Európában, ugye a Calderon, a Nocioni, vagy a
a Skóla, akik mind az NBA-be játszanak azóta, és ők is ugyanezt mondták, hogy az első év az tényleg olyan extrális, hogy annyira az ember szeretne mindent megtudni, és annyira kíváncsi mindenre, és annyira szeretne, hogy akkor a következő városban, a következő tercsarnok milyen lesz, a következő szálloda milyen lesz, a következő. Hát akkor annyira várja, és annyira fel van spanolva, hogy akkor nem tűnik annyira fárasztónak. Aztán, hogy ugye telik az éve, tehát az egyik év, aztán második évben már nem volt annyira nem extra. Olyan vicces. Igen, tehát akkor már az első évben mindenki úgy van vele, hogy ugye minél többet szeretne játszani, de hogyha nem játszik, az se benne, annyi minden új benyomás éri, meg annyi minden az egész élet, meg minden olyan, hogy újdonság. Aztán második évben már ugye akkor nem foglalkozik se a szállodákkal, se a csarnokkal, akkor már játszani akar meg. Akkor azzal foglalkozik, hogy az edzésen minél jobban legyen, és az edzésen ugye bebizonyítsa, hogy jobb, mint a másik játékos, az ő posztján lévő, vagy akármi. Tehát akkor már az újdonság varázsolja ilyen szempontból eltűnik, de a lényeg az, hogy természetesen ez egy nagyon hosszú szezon, és ugye az edzések is mások, és itt kanyarodnék vissza az előbbi kérdésre a Kobe Bryant-tel kapcsolatban, ugye, hogy mikor egy, mikor nem egy, azért az lehet, hogy a Kobe Bryant nem egy a csapattal effektíve, mert kisebb sérülése van, de viszont mérkőzés előtt lemegy 3 órával, 2,5 órával, és másfélvel dob, vagy a Ray Allen, aki minden mérkőzés előtt 300-at dob, és nem foglalkozik az, hogy mérkőzésre fáradt lesz, vagy valami. Tehát azért ott már nincs ott a kamera, nem látják ezt az emberek, ezek a szuperszárok lehet, hogy csapaton nem egyszer egyben mérkőzés előtt, ugyanazt a rutint ők végigcsinálják, vagy másfél-két órát dobnak mérkőzés előtt, vagy megcsinálják azt a nyújtásokat, amik szükségesek. Tehát azért ez ilyen két oldalú dolog. Igen, az jutott most eszembe, hogy ezt mondtad, hogy van-e egyáltalán olyan szupersztár az NBA-ben, akire nem ne lehetne ráhúzni a munkamániás jelzőt, mert azért ez csak így lehet. Igen, csak így lehet. Azt nem mondom, hogy munkamániás, mert mondjuk a Vince Carter az minden volt, csak munkamániás nem volt, de attól függetlenül ő is rendszeresen ott volt minden mérkőzés előtt, minden edzés előtt, vagy edzés után ott maradt, vagy edzés előtt, vagy edzés után. Tehát azért rengeteget dolgoznak ők pluszban, tehát azért nem véletlen, hogy ők sokáig tudnak egy magas szinten játszani, mert rengeteg egyéni munka van mögötte, még hogyha csapattal, ugye csapategyzések ilyen hosszú szezonban nem nagyon adnak alkalmat arra, hogy sokáig egy hosszú edzéseket tartsanak, inkább taktikai rövidebb edzések vannak, és hanem egyénileg kell tartani a formát, mint dobóformát, vagy a dobójátékosoknak, és ehhez ugyanazokat a rutinokat meg kell csinálni, ugyanazokat a rendszert, amire támaszkodva úgy jó produktumot képesek csinálni. Úgyhogy mindegyik sztárjátékos, itt az Allen Iversontól kezdve a LeBron James-ig rengeteget dolgozik egyénileg azért, hogy ő folyamatosan jó teljesítményt tudja nyújtani. Látom már, hogy nagyjából, ahogy arra számítottunk, mindketten a feléig fogunk ennek eljutni. Azok gondolkozom, hogy most melyik részével fejezzük be. Mondjuk legyen egy kicsit ilyen kikerülés, kintmaradás, jó? Legyen ez a téma. Melyik jobb egy 19-20 éves NBA-be vágyó kosaras számára ma, hogyha kint az Egyesült Államokban jár egyetemre, vagy hogyha itt Európában él eredményeket, melyik a könnyebbik út, kérdezi Bence. Az igazság egyik út se igazán nehéz most már, hogy így fogalmaznak idézően persze, mert annyira kitágult az NBA, hogy szerintem sokkal könnyebben be lehet most már jutni bárhonnan a világról, hogyha az ember igazán jó teljesítmény nyújt, és most már nem csak fiatal játékos, hanem idősebb játékos, hanem már rutinos játékos is visszakerül, legyen az amerikai vagy külföldi az NBA-be, hogy olyan produktumot nyújt. Természetesen az azért előnynek számít, hogyha egy jó egyetembe sikerül bekerülnie egy játékosnak Európából, és itt most tudok egy kapásból példát is mondani, az Enes Kanter előtti fiatal török srác, aki ugye most a Kentucky-ra került, és most ugye el van tétve, és nem játszott, de valószínű, ott egyszerűen valószínű az egész életvite, az életstílus, az edzések, és az, hogy amerikaiakkal játszik az egyneki, ez nagyobb előnyt jelent, mint annak az európai hasonlókorú játékosnak, aki hiába játszik itt Európában, főleg, hogyha nem sikerül magas szinten játszania, annak az egész életritmust, az életformát fel kell vennie, az kicsit több időbe kerül. Fiatalkorban azért sokkal gyorsabban fel lehet venni ezt, sokkal gyorsabban be lehet állni a sorban, mint mondjuk aki egy idősebb játékosnál, akinek már megszokott, megrögzött dolgai vannak. De attól függetlenül azt mondom, hogy amikor ugye játékost is választanak ugye az NBA csapatok, azért nagyon sokat számít az, hogy a játékos milyen szintű bajnokságban, hol játszik, hol edződik,
akármilyen tehetség is, azért egy olyan játékos, aki mondjuk egy gyengébb bajnokságban játszik, vagy egyszer egyáltalán nem is nincs, és igazán megmérhetett, de sokkal jobb rizikó választani, mint egy olyat, aki már megvan mérve, akár Európában, akármilyen kupában, vagy akármilyen szinten, mint egy olyat, aki mondjuk nem, és ez ugyanez jelenti ugye az amerikai egyetemen, nem mindegy, hogy milyen egyetemen játszik a játékos, mert lehet egy nagyon gyenge egyetemen nagyon kiemelkedő produkciót nyújtani, és lehet egy nagyon erős egyetemen egy kicsivel gyengébb produkciót nyújtani, viszont egy bizonyos dolgot nagyon jól lehet művelni abba a csapatba, ahhoz, hogy esély legyen arra, hogy kiválasztják. Úgyhogy nagyon sok összetevőből függ, nehéz megmondani azt, hogy melyik a megfelelő út. Mind a két út valamivel könnyebb, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt volt, mert mondom, egy európai vagy egy akármilyen nemzetközi játékos számára sokkal jobbak a lehetőségek már most, hogy sokkal kiterjedtebb a scouting, tehát a megfigyelő rendszer is, sokkal jobban figyelik a játékosokat most már akármilyen legyen az Bulgáriától Finnországig, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt. Biztosan napjában ötször megkérdezik ezt tőled, de mégsem olvastam sehol a véleményedet ezzel kapcsolatban. A legnépszerűbb téma, talán már tudod is, hogy mit akarok kérdezni, Hanga Ádám, akit vel kapcsolatban, ugye most mondják, hogy itt az utolsó esély, a következő nyár, hogy a drafton ott legyen, ott lesz-e a neve szerinted, és neki milyen esélyei vannak? Ez is egy félreértés itt, amit el kell oszlatni. Tehát azok a 22 éves játékosok, akiket az ügynökségük, vagy az ügynök úgy gondol, hogy érdemes felírni őket a draft listára, azokat föl lehet írni. Tehát így kell küldeni egy levelet az NBA-nek, hogy itt ez a 22 éves játékos, vagy 21 vagy 20, és szeretném, hogyha föl lenne a neve a draft listán. Tehát ez nem jelenti effektíve azt, hogy ez különböző akármilyen nagy bonyolult dolog miatt föl lehet valaki a draft listán. Azt, hogy valaki föl van a draft listán, föl van az összes NBA, föl van az összes college játékos a draft listán, hogyha így fogalmazunk. Csak van egy határidő, amit be kell tartani, tehát ezért szokták azt, hogy akik mondjuk 20 évesen föltesznek a draft listára, azért a nevét megismerjék például, azt még 15 nappal a draftolás előtt vissza lehet vonni, tehát vissza lehet húzni. Tehát draftra egy évben egy játékos csak egyszer mehet, nem lehet az, hogy minden év megpróbálja. Ezért van az, hogy ugye az ügynöknek el kell dönteni azt, hogy mi a megfelelő időpont ahhoz, hogy fölhagyja a draft listán és elmenjen draftolni, hogy van esélye egyáltalán draftolni, vagy nincs esélye draftolni. Az Ádám esetében ő automatikusan fönn van már draft listán, hiszen ő 22 éves lesz most már, aztán most tavasszal, tehát neki az utolsó éve ez, hogy ő draftolják. Utána nem draftolhatja már NBA franchise az Ádámot, mert 22 éve a határ, amikor lehet európai játékost draftolni. És tehát most neki automatikusan ő már fönn is van ezen a listán, nem is húzhatja vissza a nevét már se az ügynöke senki, mert ő fönn van. Az, hogy őt kiválasztja, ugye a 30 NBA csapat ugye két körben választ, tehát 60 darab választás van végül is NBA csapatoknak, az egy megint másik kérdés. Na most jelen pillanatban úgy áll a helyzet, hogy ezen a 60 helyre, amit a NBA csapat választhat, ebben van körülbelül, hát azt mondom, 6 európainak a neve jelen pillanatban fenn. Most ezek közé bekerülni az első körben van 3 európai például, többi mind amerikai játékos. Tehát az első körben azért jó választani, mert az első körben választani, az első 30 választott az NBA drafton, automatikusan garantált szerződést kap, automatikusan ugye oda kerül a csapathoz, az nem jelenti azt, hogy ott is fog játszani, mert lehet, hogy azt mondja a csapat, hogy akkor még ezt a játékost itt hagyom nyár után, de kipróbáljuk, jó, még nem elég érett az NBA játéka, itt hagyom, ide teszem mondjuk Európába valamelyik csapatba, ahol játszhat, és fejlődhet, és majd 2 vagy 3 vagy 4 év után is ki tudom vinni, hiszen a joga az nálunk marad, hogyha akármikor jön Amerikába 25 évesen, vagy 26 évesen, akkor is csak nálunk játszhat, sehol máshol nem játszhat. És garantált szerződéssel. Ha a második körben választják, az már nem garantált szerződéssel jelent, ami azt jelenti, hogy akkor is az annál az adott NBA csapatnál van a joga a játékosnak, viszont az a szerződés már nem garantált. Tehát akkor azt mondhatja a csapat, hogy ugyanazt, mint az első körös választottnál, hogy vagy kiviszi, vagy itt tartja Európába, hadd fejlődjön, viszont mondhatja bármikor azt, hogy köszönjük szépen viszont hallásra, mert ő erre a játékosról lemond, és akkor viszont bármelyik másik NBA csapat felveheti. Na most az Ádám esetében, ugye hogyha őt esetleg akármilyen nagy szerencse folytán a második körbe választanák, ami nagyon jó lenne, én nagyon örülnék neki, akkor ő olyan szempontból neki egy nagyon nagy lehetősége van, hogy az a játékos, akit draftolnak, és úgy kell oda, hogy NBA csapatos, sokkal több segítséget megkap minden edzőktől, az egész csapattól, mindentől, mint egy olyan játékos, aki ugye nem draftoltak, hiszen olyanból van az több.
Tehát őt addig fogják, hogyha esetleg draftolnák a második körbe, tehát kiválasztanák a második körbe, akkor ő neki annyi lehetőséget fognak adni, hogy bebizonyítsa, hogy ő oda való. Persze ez se garancia arra, hogy ő aztán oda ott is fog maradni, hiszen rengeteg más játékos is érkezik, van olyan, akit nem draftoltak és kiszorítja, akit draftoltak, de mégis sokkal másabb a helyzete. Ha viszont nem draftolják az Ádámot, akkor sincs messze semmi olyan szempontból, hogy attól még ő kikerült az NBA-be, ha nem is draftolt játékosként, nem draftolként. Majd ha 23, 24, 25 éves lesz, ő folyamatosan figyelve lesz, és meg fogják adni neki azt a lehetőséget, hogy nyári ligában, vagy minikemben, vagy veteránkemben meghívják, és az ő döntése, vagy az ügynökségnek a döntése lesz, hogy ő ezt fölvállalja, ki megpróbálkozni, megcsinálja, vagy nem megy ki, és inkább választja az európai kosárlabdát. Tehát ez már, ott már az ő döntése, viszont akkor az összes 30 NBA csapat közül bárhova mehet. Úgyhogy szövevényes, bonyolult, nem könnyű ügy, de még bármi igen. lehet benne, és akkor is, hogyha most már nyáron igen, nem történik van, sem. Így van. Utolsó kérdésem. Egy abszolút személyes kérdés. Pályafutásod legemlékezetesebb mérkőzése az NBA-ben. Van egy tippem is. Van ilyen egyébként? Mondom a tippemet. Cleveland Bulls, 89-81, a Bulls kezdő ötösében 20 pont. 4 lepattanó. Hát igen, az egyik közel kedvenc, voltam? Igen, egyik kedvenc mérkőzésem, ez biztos, hogy ez természetesen, amikor az ember jól játszik, arra szívesen elvégzik. De mégis nekem az első mérkőzés, ami nagyon megragadt bennem, ez a Utah Jazz ellen volt, az a csapaten, ugye, aki még a Stark Malone Hornacek-féle brigád volt, és az volt az első mérkőzésem, és óriási felhajtásra veszte azt a mérkőzés, annak jelenti, hogy ez a Bulls már nem az a Bulls volt, hiszen a három nagy sztár ugye elment, és hiába mondta Kukocs, Harper, Randy Brown, Tony Kukocs, tehát az összes olyan ember, aki ugye azért meghatározóbbak voltak, de mégse annyira, mint mondjuk a Peter Rodman Jordan. És az első meccs volt ugye, amikor előtte megnyerték a bajnokságot, utoljára hatodszorra, és ez a visszavágónak minősülő mérkőzés volt, ez Salt Lake City-ben volt, ez volt az első mérkőzés, amikor pályára léptem, és ezt sose felejtem el, mert a hideg borzolott a hátam, amikor ugye már a hazai csapat játékosai fönnálltak, és ugye, hogy a két NBA csapat fönnáll egymással szemben. Ahhoz képest belejöttél, látom, de hamar 12 perc, 11.4 pattanó. Igen, az egy jó mérkőzésem is volt, és hát arra nagyon szívesen emlékszem. Jó van, Kornél, nagyon szépen köszönöm, és akkor te most elutazol, ugye? Igen. Jó, mikor jössz vissza? Én most leutazom, és hát úgy néz ki, hogy csak jövő hét pénteken jövök haza. Jó, most jövő utáni héten beszélünk? Akkor itthon leszek, igen. Jó van, oké. Okay. Kornél, nagyon szépen köszönöm, nagyon jó szívesen. Utat, addig is. Oké, okay, köszönöm. Hello. Zsuzsák állítja le, Zsuzsák! Általában az a főalkotó helyen. Az is elképzelhető, hogy Debrecen nem 10 év múlva, hanem mondjuk 3-4 éven belül valóban európai középcsapat lesz. Az alkotói légkör sokkal szor többet ér, mint 100-200 vagy 300 ezer forint. Úgy megy ki minden mérkőzésre, hogy lehet... És amit időbe tudjon, az, hogy belefelé.